A Ticket to Ride, az első utazás, egy 2-től 4 főig játszható társasjáték, amelyben a játékosok saját vasútvonalakat építve megpróbálnak minél több menetjegyet érvényesíteni. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, egy játéktáblát, 4 különböző színben 20-20 darab vonatkocsit, mindegyikhez van 2 darab pótkocsi is, a játékhoz továbbá 32 menetjegy, 72 darab vonatkocsi kártya, 4 kelet-nyugat bónusz és egy aranyjegy is tartozik. Helyezzük a játéktáblát a játéktér közepére. Minden játékos választ magának egy színt, és magához veszi a 20 darab vonatkocsit. A vonatkocsi kártyákat keverjük meg, és képezünk belőlük egy képen lefele fordított húzópaklit. Majd minden játékosnak osszunk 4 kártyát ebből a pakliból, a játékosok pedig vegyék a kezükbe ezeket a lapokat úgy, hogy a többiek ne lássák, mi van azokon. A menetjegy kártyákat is keverjük meg, képezünk belőlük egy lefordított húzópaklit, ebből minden játékos 2 kártyát kap. A játékosok a saját menetjegykártyáikat megnézhetik, de a többieknek nem mutassák meg, hogy mi van ezeken a lapokon. A kelet-nyugat bónuszkártyák, illetve az aranyjegykártya is kerüljön a játéktér közelébe. A legfiatalabb játékos lesz a kezdőjátékos, és a játékmenete az óramutató járásával megegyező irányba zajlik, és amikor egy játékos sorra kerül, alapvetően 2 lehetőség közül kell egyet választania. Az egyik lehetőség, hogy a kézben tartott lapjaihoz további 2-t húz a vonatkocsi kártya pakliból, a 2 lap felhúzásával pedig a játékos körének vége, a tőle balra ülő játékoson a sor. A másik lehetőség pedig, hogy legalább 1 kártya kijátszásával az aktív játékos egy útszakaszt megszerez. A térképen városok láthatók, a városok között pedig útszakaszok húzódnak. Az útszakaszok 1, 2 vagy 3 hosszúságúak lehetnek, és ahhoz, hogy egy útszakaszt megszerezzen egy játékos, az útszakasz színével megegyező színű kártyákat kell, hogy kijátszon, mégpedig annyit, amilyen hosszú az útszakasz. Tehát például ez az 1-es fekete útszakasz egy fekete kártya kijátszásával megszerezhető, ez a 2-es útszakasz 2 kék kártya kijátszásával szerezhető meg, ez pedig 3 zöld kártya kijátszásával szerezhető meg. Vannak olyan útszakaszok, ahol 2 párhuzamos útvonal is van. Ha mind a 2 szabad, akkor a játékos eldöntheti, hogy ebben az esetben 2 sárga vagy 2 fekete kártya kijátszásával szerzi-e meg ezt az útszakaszt. Ugyanakkor amennyiben valamelyik foglalt már, tehát vonatok vannak rajta, akkor már csak a szabadon maradt útszakaszt szerezhetjük meg, és fontos, hogy a párhuzamos útszakaszok közül egy játékos csak egyet szerezhet meg, tehát a piros játékos már a másik útszakaszt nem szerezheti meg. A térképen és a kártyákon is 6 különböző szín fordul elő. Sárga, kék, zöld, piros, fekete, illetve fehér. Az útszakaszkártyák között pedig mozdonykártyák is megtalálhatók. Ezek jokerként funkcionálnak, a kártya sarkaiban mind a 6 szín megjelenik. Tehát ezeket a kártyákat bármelyik szín helyett használhatjuk. Tehát amennyiben soron következő játékos egy útszakasz megszerzése mellett dönt, akkor a kezéből lapokat fog kijátszani. Például kijátszik egy piros és egy joker kártyát. Ez most 2 pirosnak számít majd. Ezeket a dobópakliba helyezi, és a kiválasztott 2 hosszúságú piros útvonalra 2 saját színű vonatot helyez. Ezzel a körének vége, a tőle balra ülő játékoson a sor. Tegyük fel, hogy a másik játékos 3 zöld kártyával megszerzi a Riga-Moszkva útvonalat, felhelyezi 3 vonatát oda, és a tőle balra ülő játékoson a sor. A zöld játékos a körében kijátszik egy kék kártyát, megszerzi a Zürich-Párizs útszakaszt, felhelyezi egy vonatát oda, és ha egy játékos a nála lévő menetjegykártyák valamelyikét teljesíteni tudja, akkor a körében megfordítja ezt a kártyát, a játékosok leellenőrzik, hogy valóban helyese, ezen a menetjegykártyán Párizs és Bécs van összekötve, és ahhoz, hogy ezt teljesíteni lehessen, a 2 város között a játékosnak a saját színű vonataiból egybefüggő útvonala kell, hogy legyen, tehát el kell tudni jutni az egyik városból a másikba a saját vonatok által. Ez itt megvalósul, hiszen Párizsból Zürichen át Bécsbe eljutunk. A játékos a teljesített menetjegykártyáját maga előtt tartja, és helyette egy másikat húz a menetjegypakliból. Ezt ő megnézi, de a többieknek nem mutassa meg, hogy mi van ezen a kártyán. Fontos, hogy a játékosok körében csak egy útszakasz szerezhet meg, tehát például 5 kék kártya kijátszásával nem szerezhető meg egy 3-as és egy 2-es kék útvonal. Így tehát egy játékosok körében legfeljebb 3 kártyát játszhat ki, és kizárólag egy útszakasz szerezhet meg. Bármelyik még szabad útszakasz megszerezhető, tehát a saját útvonalainak nem kell kapcsolódniuk egymáshoz. A játék folyamán tehát a játékosok egyre több útszakasz szereznek meg, a menetjegyek teljesítésével egyre több felfordított menetjegy van előttük, és ha egy játékos nyugat és kelet között folyamatos útvonallal rendelkezik, magához vehet egy kelet-nyugat bónuszjegyet, és ez
szintén teljesített menetjegynek számít. Tehát ha egy játékos Dublin, Brest, illetve Madrid bármelyikét összeköti Moszkva, Rostov vagy Ankara bármelyikével, akkor a játék során egyszer magához vesz egy ilyen kelet-nyugat kártyát. A zöld játékosnak ez most sikerült. Bizonyos útvonalakat egyre nehezebb lesz képíteni, és amennyiben úgy érezzük, hogy a nálunk lévő menetjegykártyákat már nem fogjuk tudni teljesíteni, úgy a körünkben, ha úgy döntünk, akkor egyáltalán nem hajtunk végre akciót, és helyette a nálunk lévő két menetjegykártyát eldobjuk, és helyettük újabb kettő kártyát hozunk a menetjegypakliból. Fontos, hogy ilyenkor nem dönthetünk úgy, hogy csak az egyik kártyát dobjuk el, és azt cseréljük le. Muszáj mind a kettő nálunk lévő menetjegykártyát eldobni, és két újat húzni helyettük. A játéknak pedig kétféleképpen lehet vége, ha egy játékos utolsó kocsia is felkerülnek a táblára, és már egy sem marad a játékosnak a tartalékában, akkor a játéknak vége, és az a játékos lesz a győztes, akinek a legtöbb teljesített menetjegykártyája van. Döntetlen esetén az érintett játékosok közösen nyernek. A másik játékvégi feltétel pedig az, hogy amint egy játékos a hatodik teljesített menetjegykártyáját is megszerzi, véget ér a játék, és ő a győztes. Emlékezhetőképpen a kelet-nyugat bónuszkártya is teljesített menetjegykártyának számít. A győztes pedig a dicsőségen kívül az aranyjegyet is megszerzi. A Ticket to Ride az első utazás egy látványos, szórakoztató társasjáték. A városokhoz tartozó rajzok, illetve a táblán sorakozó vonatok igazán jól mutatnak. Tudatosan a menetjegyeinket figyelembe véve kell építkeznünk, de a játékostársaink tevékenységeit is figyelemmel kell követnünk. Aki szereti az utazást és a vonatokat, és szívesen játszon a gyerekekkel ilyen jellegű játékot, tegyen próbát az első utazással.